Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőimet. Hefner Attila vagyok, a Spirituál Televízió 370. adásával, és mai napon, ugye április 6-án szombaton, én gondoltam először, hogy élőben jelentkezem, de úgy gondoltam, hogy azért csak minőségileg is és tartalmilag is talán jobb, hogyha esetleg olyat mondanék, amit megbánok, akkor azt ki tudjam vágni. Az elmúlt időszakban nem beszéltem erről az úgynevezett M. Péter nevezetű hollywoodi filmeket is megszégyenítő figuráról, aki kb. A Volodymyr Z. elnevezésű másik nagy hollywoodi mulattató és nevettető táncos komikushoz hasonlóan gyakorlatilag egy óriás élő valóságsót vezényel. Most úgy tűnik, hogy Magyarországon is lett egy ilyen, ugye éppen a mai napon, most 2 óra körül járunk, délután 14 óra, és ugye a Peti ő most éppen óriás tüntetés, szervezés és majdanra készül, és ugye senkit nem szeretnék a hitében, mindenkinek legyen a hite szerint megbántani, de fölöttéből szeretném felhívni azoknak a már nem alvó kedves embereknek is a figyelmét, hogy óriás átcseszés, óriás Habony Árpádos, ugye Soros Györgyös és a Fideszhez és az állítólagos baloldalhoz méltóan egy partizános, amolyan partizános, meg ultrahangos, meg hídgyűlis, meg ugye tudjuk ezeket az összefonódásokat, meg kaotikust akartam, de katolikust kellett volna, bocsánat, egyházasos ármány, direkt nem mesél, nem mondom el, hogy ebben kik vannak, hogy vannak, a Majihisz vagy bármelyik ilyen szervezet, senkinek a vallását, meg a politikai hitvallását, vagy semmiét nem akarom bántani a Péternek sem, de úgy gondolom, ilyenkor április 6-án meg szoktam igazítani a hajam, itt így ezzel az ujjammal. Úgy gondolom, hogy óriás átverő só van, és aki már elment erre a mini majdanra, sokan nem tudják, hogy minden járjanak utána, nem fogom most elmondani, elmesélni, mi történt ugye 10 évvel ezelőtt Ukrajnába, és felelősnek gondolom azokat az embereket, akik most felelőtlenül hisznek annak a bagázsnak, akiről azt se tudják, hogy tulajdonképpen ki áll mögötte, mit akar, hogy akarja, játszanak, ulti, póker, még csak a sakk az egy kultúr dolog, azt nem szeretném ezzel össze, tehát inkább azt mondom, hogy blöffölnek, játszanak, szórakoznak, azt hiszik, hogy minden magyar ember hülye, mindenki megvezethető, és ugye azok, akik pedig már nem alszanak, és tudják, hogy látják, hogy miről van szó, azok csak legyintenek, és ugye kikapcsolják az összes ilyen csatornát, és nem foglalkoznak vele, megértem őket, de azért mégiscsak úgy gondolom, hogy azoknak az épesző, Covidon átjutó, oltást ugye megtagadó, magát ezt az egész dolgot túlélő, értelmes, gondolkodó réteg, akár mondhatom még, hogy a mi hazánkos társaság, szavazó réteg és a civil barátaink, testvéreink, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egy óriás színjáték folyik, egy megvezethető tömeg, ismeretlen, össze-vissza, káosz, hazugságokkal tarkított, ellentmondásos, tehát
ellentmondások százmillió ezreivel, ugye nem is veszik észre, hogy megvannak megint vezetve. Mint egy bundás foci meccsen, amikor végig ugye ordibálnak, akik sütyülnek meg, mondod anyád, anyád, a bíró hülye, mindenki az közben csak simán le van játszva előre, hogy veszíteni fog a csapat. Tehát itt óriás összecsesződés van. Kérem elnézést, hogy a szomszéd nevében is, hogy füvet nyírnak, kapálnak, gágognak, libák, állatok, élünk, vagyunk. Ennyit igazándiból ez a lényeg, ezt szeretném tisztázni. Lássunk világosan Ukrajnának. Arra van szüksége, hogy vége legyen ott a háborúnak, Ukrajnának, a zsoldosoknak és a katonáknak, a szerencsétlen magyar és ukrán és orosz nemzetiségű kiskatonáknak fel kell végre most már szabadulni, meg kell úszniuk ezt a háborút, és ki kell pucolódni onnan a fasiszta elemeknek, ennek a színjátékosnak, akinek a szülei egyébként Izraelben vannak biztonságban. Ugye a Z betűs Vladimir tesókáról beszélek, a színész, táncos komikusról, és ugye amerikai, izraeli kettős állampolgár, egyébként orosz származású és zsidó vallású emberről beszélünk, és amerikai vagyonnal rendelkezik, és ott USA-ban óriás, hatalmas, mit tudom én, luxus villái és menedéke van, és bármikor, lehet, hogy ott sincs Ukrajnában, nem szeretnék én még egy ilyen, ha már M. Péterről beszélünk, egy ilyen magyar ügyeletes bohócot, aki nagyon szimpatikus, nagyon kedves, tud játszani, elhiteti. Hagyjuk azt, hogy most a Habony Árpád találta ki, vagy a Rogán Tóni találta ki, vagy az Orbán Viktor találta ki, vagy együtt találták ki a, ugye a Fegyenc, tehát a Gyurcsány Fegyenc és Gyurcsány Fegyencné, és a hozzátartozó Schlepp, a teljes, úgy ahogy van, liberális baloldal, ugye a szabadkőműves hétvégi szeánszon, együtt a Habonyékkal, az Orbán klánnal, együtt kitalálták. Mindegy, hogy mi meg hogy, ez egy becsapás. Tehát ez egy óriás becsapás ez az ember. Ha valakinek nem tűnt volna még fel, nem tudtunk, ugye utoljára a B. Attila nevezettű volt, akire direkt nem fújtam rá, amikor próbálkozott ilyen hősök terei hősködéssel. Nem sikerült neki se igazán tömegeket, bár hazudott 100 000-et, de nem volt csak 3 000. Torockai Lászlóig se tudtak kiállítani több ezer embertől többet. Az orvosok a tisztánlátásért rengeteg rendezvényünk volt, éles bevetésben voltunk. Sok szervezet összefogott, nem tudtunk a Népligetben, ugye a Bódis Csabával, amikor rendeztük azt a rendezvényt, ott is körülbelül 3-5 000 ember volt csak. Nem gyanús valakinek, hogy előjön a semmiből egy ilyen Fidesz-NER lovag, kisgyerek, és hirtelen lesznek 100 000-en, meg 80 000-en, meg hazudnak, hogy hány ezeren. Rögtön benyal neki mindenki, mindenféle baloldali, hát egy baloldali beállítottságú ellenzéki sajtó, az milyen alapon ad egy pár évvel ezelőtt még a NER igazságügyi miniszterének, és ugye diplomata és belső vezetőjének a reklámját nyomatja egy baloldali, egy Rogánhoz és egy Orbánhoz közel álló embernek elhiszi, hogy valóban, tényleg, tehát ennyire buta lenne önök szerint az ellenzék, mert ha igen, ha ennyire buta, akkor felejtsük el az egészet. Viszont, hogyha meg okos, akkor pedig lássuk át,
hogy ez az ember, ez az M. Péter, ez a kis bohóc, ez a hollywoodi játék epizód szereplő valóságshow hőse, tulajdonképpen mindegy, hogy melyik oldalnak, mert ugye a keselyű két szárnya, tudjuk, hogy egy keselyű alkot, tehát mindegy, hogy melyik oldalnak a kreálmánya. El lehet menni 100 000-en, meg 200 000-en, marionett bábuként használják a tömeget, akárkik is, mondhatjuk, hogy a háttérhatalom, mondhatjuk, hogy a Brüsszel, vagy a Soros György, vagy a vagy Illuminati, vagy a mit tudom én ki, Anunnakik, vagy a tök mindegy, reptiliánok. A lényeg az, hogy a marionett a lényeg. Ez az adásomnak is, a kis rövid adásomnak is a címe, hogy ne légy marionett, bábú. Tehát ez a kérésem. Ne hagyják magukat sodródni. Volt ez a pedofil baromság, az igazi pedofilokat. Senki nem csesztette, nem fogta meg, ezt direkt kirobbantották, előre le volt játszva az egész, ki volt találva, mint egy színház, én színházi ember vagyok. Nekem ez nem újdonság, ez olyan, mint egy film. Mint 1977-ben megcsinálták a Darth Vader figurát, de ők már akkor tudták, hogy az a nagyon gonosz karakter majd egy nagyon jó karakter lesz pár évtized múlva, és hopp, kiderült a következő részben, hogy Darth Vader az a Luke Skywalkernek a egyébként jóságos édesapja, csak beszippantotta a sötét erő. Na, ugye emberek, térjünk már észhez. Minden egyes megosztás, amiben az M. Pétert, vagy a hozzá hasonló, mondjuk volt feleségét, jó, akkor még ezzel megint nem mondom ki a nevét, vagy pozitív, vagy negatív oldalról megmutatjuk, azzal mind neki adunk ennek a negatív sötét erőnek egy óriás löketet, ingyen reklámot, magyarul érthető, ugye? Nincsen rossz reklám, csak reklám van. Tehát ez a szappanopera kezdődve a Hajdú Péter frisbee adásába, krokodilkönnyeket potyogtató szegény 3 gyermekes anyuka, akit mindenki csak bánt meg. Felejtsük már el, hát ez az ember igazságügy miniszter volt. Hát egy ilyen ember, aki magát nem tudja megvédeni a férjétől, a kis nyeszlet, kis törpétől, az egy országot képviselt a Covid alatt, mint igazságügy miniszter, élet, halál, ura. Maga az igazság osztó, tehát a köztársasági elnök jobb keze, az Orbán Viktor Mihály miniszterelnök közvetlen beosztotja. Nem tudta magát megvédeni a lakásban egy ilyen kis, hogy nem mondjam már ki, egy mozdulatos kis szarcsimbók embertől. És ezt elhiszik, kedves, aranyos. Tudom, hogy nem az én nézőimnek mondom ezt, hanem azoknak, akik esetleg még nem, a kábulatból még nem, az egyik sorozat részből a másikban még nem ébredtek át. Való világ, éjjel-nappal Budapest, ugye szappanopera, szomszédok nem értik, szappanopera, ez egy szappanopera. Nagyon szépen kérem, hogy aki teheti, figyelmét fordítsa el ezektől a baromságoktól. Az energiát, a gyűlölet energia is energiát ad minden ilyen lénynek. Legyen az a miniszterelnök, az ellenzék vezetője, az ukrán vezető, az orosz vezető, az amerikai ilyen meg olyan vezető, meg ilyen oldal, meg olyan oldal. Ha gyűlölettel gondolnak rá, akkor is erőt adnak neki. Ha szeretik, akkor is. Ha kritikát mondunk, ezzel én most is ugye erőt sugárzok, mert figyelmemet rákoncentrálom. Kérem szépen mindenkinek a
segítségét abban, hogy a következő hónapokban figyeljenek rám, iratkozzanak már fel arra a csatornámra, és szóljanak már hozzá, legyenek szívesek a YouTube adásaimhoz, mert túlságosan kicsi és gyanús számomra, hogy kicsi a hozzászólások aránya a megnézettséghez képest. Valószínűleg ugye limitálva vagy árnyékolva vagyok, de természetesen ezzel most nem akarok büntetőpontot szerezni, és kérem szépen, hogy legyenek már aktívak, és fogjunk már össze, mert megint kezdődik a buli, megint kezdődik a szappanopera, a kamu, a Óza nagy varázsló, Alice, vagy csodaországban undorító, gusztustalan, árnyjáték, bohóc királyság. És a figyelmünket, mit is mondott Jézus, a figyelmünket, ha ketten, hárman a nevében összeadjuk a mustármag elve szerint a hitünket, az erőnket, akkor ő ott van. És nem a mennyiség, hogy hány százezren, hanem a minőség itt a fejekben. Az a fontos. A fejekben, a szívtudatunkban egyszerűen folyamatosan energiát pulzáljunk az értelmes, egészséges, normális, emberi, harmonikus, alázatos, hazugságmentes, igaz emberekbe is, produktumokba is, szervezetekbe, és ezt az egész nehéz időszakot, ezt vészeljük már át így, egészségben, együtt, tudatilag összefogva. Ez az mostani adásom üzenete április 6-án. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és várom önöket, iratkozzanak, támogassanak, segítsenek, osszák meg az adásaimat, jöjjenek a freebook.hu oldalunkra, a közösségi csatornánkban már többen vagyunk, mint 1000 ember, jelentkezzenek, nézzenek a Facebook Spirituál TV baráti klub csoportba, jöjjenek, regisztráljanak, és most kezdjünk el dolgozni, ahogy a természet is dolgozik. Éledjünk, újuljunk, védekezzünk, küzdjünk, ez a legfontosabb, és ne harcoljunk. Ne engedjük, hogy marionett figurákká vagy bábokká varázsoljanak minket. Jó egészséget!